vírus az óvodákban fertőtlenítőszeres kézmosással és gyakori ágynemű mosással próbálják megállítani a betegség további terjedését. Indul a felvételi kampány. A Nyíregyházi Egyetemen 19 alapszakra lehet jelentkezni, osztatlan tanárképzésben 14 közismereti szak, 42 szakpár elérhető lesz. Véradónapi ünnepség. Legalább 50-szeres véradók vehettek át elismerést a megyeházán megtartott rendezvényen. Több óvodás gyermek került kórházba a hetekben elterjedt betegség miatt Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A hányással és hasmenéssel járó vírusos fertőzés az elmúlt időszakban szinte az összes óvodában megjelent. Volt olyan intézmény, ahol egyes napokon a gyerekek fele hiányzott. Az óvónők fertőtlenítőszeres kézmosással és gyakori ágynemű mosással próbálják megállítani a vírus további terjedését. Itt a kertvárosi óvodában jelenleg 20 gyermek hiányzik. Az elmúlt hetekben több nyíregyházi intézményben is sorra betegedtek meg a gyermekek egy hányós hasmenéses vírus miatt. Sok helyen a csoportok fele hiányzott. Ilyen járványoknál a legfontosabb a prevenció, ennek része a rendszeres és helyes kézmosás. A folyékony szappanba, amit használnak a gyerekek, már fertőtlenítőszert öntöttünk. Állandóan tisztára mossák a kezüket, a zsebkendő használatát tartjuk nagyon fontosnak, a WC használatát. Minden héten hazaviszik a párnát, a pizsamát és a kis plédet, ami alattuk van. És folyamatos kézmosással igyekszünk, a fertőtlenítős kézmosással igyekszünk azt, hogy a gyerekek ne legyenek betegek. Novemberben főleg légúti betegségekkel keresik fel az orvosi rendelőt, de az elmúlt pár hétben rengeteg volt az úgynevezett enterális, azaz a gyomorbélrendszert érintő megbetegedés, közölte Újhelyi János. A hányással, hasmenéssel járó betegség főleg a nyári időszakban jellemző, most azonban a kórházba is egyre többen kerülnek a vírus okozta kiszáradás miatt. Kizárólag hányós hasmenős gyerekkel találkoztam, és bizony ez egy nagyon szomorú dolog, nagy erőpróbát jelent ez a szolgálatoknak, a gyermekorvosoknak és a kórháznak is, mert rendkívül sok gyerek kerül a gyors kiszáradás miatt kórházi ellátásra, hisz egy bizonyos fok után már csak vénásan adott folyadékkal lehet a folyadék egyensúlyt biztosítani. A betegség nem csak folyadékvesztéssel jár, hanem ásványi anyagokat és elektrolitokat is veszítenek a gyerekek, ezért a folyadékháztartásuk hamar felborulhat. A cukros, sós innivalók vagy a gyümölcslébe kevert bikarbonát segíthet az ásványi anyagok pótlásában. Bizony ez egy nagyon agresszív kórokozó, amivel érdemi maga a vírus ellen nincsen hatásos fegyverünk, csak egy nagyon gondos szülői ápolás és folyadékellátás, adott esetben orvosi segítséggel biztosított kiegészítő gyógyszerelés segíthet a gyermeken. Kisebb gyermekeknél még nagyobb a veszély, de Újhelyi János szerint a szülőknél néha még súlyosabban jelentkezhetnek a fertőzések. Az orvos ezért mindenkinek azt tanácsolja, a beteg gyerekeket ne vigyék sem közösségbe, sem pedig tömegbe. Indul a felvételi kampány a Nyíregyházi Egyetemen. A 2017. évi felsőoktatási felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg, amelyből megismerhetik a diákok, melyik egyetemen milyen képzések indulnak. A Nyíregyházi Egyetemen 19 alapszakra lehet jelentkezni, osztatlan tanárképzésben 14 közismereti szak, 42 szakpár elérhető, de vannak akkreditálásra váró új képzési területek is. Három új alapképzés indulhat a következő tanévben a Nyíregyházi Egyetemen, az óvodapedagógus képzés, a közösségszervezés és a hivatásos repülőgép vezetői képzés akkreditációs eljárása folyamatban van, hangzott el a tájékoztatón. Újra lesz nemzetközi tanulmányok szak, a sportszervezés pedig sport és rekreáció szervezés néven fut tovább. Az osztatlan tanárképzésben 14 közismereti tanári szak indul 42 párosításban, így a leendő tanároknak van miből választaniuk. A természettudományos szakokat továbbra is szeretné népszerűsíteni az intézmény. A régióban lévő egyetemek egymással egyeztetik a képzési kínálatukat. Itt van Debrecen, itt van Miskolc, itt van Nyíregyháza, mind a három helyen elsőbben a tanárképzésnél közös szakjaink vannak, és azt egyeztetjük, hogy melyek azok a szakok, amelyek
az egyes intézményben népszerűek, hogy ne vegyük el egymás hallgatóit, és hát, hogy a mesterképzésre is olyan intézménybe küldjük a hallgatókat, ahol van és közelben van. Tehát van egy ilyen intézmények közötti egyeztetés is. Tehát folyamatosan nézzük a felvételi jelentkezéseket, elemezzük a statisztikákat, hogy hova jelentkeznek a hallgatóink. Jelenleg közel 3900 hallgatója van a Nyíregyházi Egyetemnek. 2016-ban 1400 hallgatót vettek fel, most 2000 első helyes jelentkezőt várnak. 2017. szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetemen 19 alapszakra várják a jelentkezőket, ahol a gazdálkodási és menedzsment, gépész és közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakon már duális képzésben tanulhatnak a hallgatók. Alapvetően ipari cégek, közlekedési vállalatok, illetve hát mezőgazdasággal foglalkozó cégeink vannak. Jelen pillanatban a 2017-18-as évre vonatkozóan több mint 20 partnerünk van már, és összesen 45 hallgató duális képzésére nyílik lehetőség, amennyiben lesz ennyi jelentkezőnk. A diplomások számára is hirdetnek mesterképzési területeket tanári és más szakon is, viszont a felsőoktatási szakképzések száma szűkült, például a csecsemő és kisgyermeknevelő szakképzés alapszakon lesz elérhető. A felvételi tájékoztató december 22-én nyomtatott formában már nem jelenik meg, a felvi.hu-n kell keresni a felsőoktatási intézmények képzési kínálatát. A Nyíregyházi intézmény nyílt napot tart december 6-án, ahol bepillanthatnak a leendő hallgatók az egyetem életébe. A felvételi jelentkezés határideje a már megszokott február 15-e. Anyát és fiát találták holtan közös otthonukban, hétfőn Barabáson. A nyomozás eddigi adatai szerint a 60 éves férfi bántalmazta a 81 éves édesanyját, aki a helyszínen életét vesztette, majd fia önkezével vetett véget életének. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság az idősasszony halálának ügyében emberölés büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el nyomozást, a férfi halálesetének körülményét közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Hetente körülbelül 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy a vérellátás egyenletes legyen. A rendszer biztonságos működését több ezer megyebeli önkéntes segíti. Ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei véradónapi ünnepségen azokat tüntették ki, akik legalább 50-szeres véradók. Magyarországon évente mintegy 500 ezer egységnyi vért gyűjtenek, ezt a mennyiséget az a több százezer önkéntes véradó biztosítja, akik felelősséget éreznek segítségre szoruló embertársaik iránt. A megyei véradónapi ünnepségen elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a biztonságos vérellátáshoz hetente körülbelül 500 véradóra van szükség. A múlt héten volt Budapesten az országos véradó ünnepség, ahol Herceg Anita asszony levelét olvasták föl, és abban ő azt emlegette, hogy a véradás szempontjából kétféle ember van, aki véradó és aki nem véradó, hogy nagyon kevés az az ember, aki csak egyszer ad vért, általában az a jellemző, hogy aki egyszer emellett elkötelezte magát, az rendszeres véradóvá válik. A megyei rendezvényen elsősorban azokat ünnepelték, köszöntötték, akik legalább 50-szeres véradók, több mint 100-an vettek át elismerést. Azt szoktam mondani, inkább adjak, mint kapjak, és amíg tehetem, hát most így nem mondom, hogy elhivatottság, de ameddig tudom, adom. Hivatásos tisztiskolás hallgató voltam, amikor 1969-ben kezdtem el, akkor valamikor Egerben. A véradást mindenféle fajta hátsó szándék nélkül, de arra gondoltam, mint leendő katona, hogy ez olyan jellegű lesz, hogy majd embereken tudok segíteni. Persze nagy pátosszal, nagy lendülettel, hát a lendület idáig tartott, vagy tart, és sikerült a karomat nyújtani 126-szor. A véradó napi ünnepséget idén is a megyeházán tartották, a rendezvényen Baracsi Endre közgyűlési alelnök azt mondta, az önzetlen segítségnyújtást a megyei önkormányzat is fontosnak tartja. A Magyar Vöröskereszttel
és nyugodtan mondhatom, hogy a megyei szervezetével és a megyei önkormányzatnak nagyon szoros és nagyon régi kapcsolata van. Több területen is igyekezzük segíteni egymás munkáját, illetve inkább azt mondanám, hogy a megyei önkormányzat igyekszik segíteni azt a szolidáris, illetve emberközponti munkát, amelyet a Magyar Vörös Kereszt végez hosszú évek óta. Ez megjelenik pályázati együttműködésekben, megjelenik különböző támogatásokban, és megjelenik abban is, hogy igyekszünk a lehetőséghez mérten támogatni a Vöröskeresztet abban a munkában, hogy például a véradásnak is minél nagyobb felületet tudjunk biztosítani, akár legyen ez média megjelenés, akár pedig más transzparencia. A véradás adatfelvétellel, kötelező vizsgálatokkal együtt körülbelül 40 percet vesz igénybe, tehát akár ennyi idő ráfordításával életet menthet egy-egy önkéntes. Egyszerre 4,5 deciliter vért vesznek le, fontos, hogy a véradónak minimum 18 évesnek és legalább 50 kilósnak kell lennie. Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL értesült piaci forrásból az MTI. Az emeléssel a benzin átlagára 345-346 forintra, a gázolajé 362-363 forintra nő. Legutóbb múlt pénteken változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin és a gázolaj ára is bruttó 5 forinttal emelkedett. Az autó sok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Több száz diák vett részt Nyíregyházán az iskolai közösségi szolgálat bőrzén. A témáról hamarosan részletesen szólunk. Előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A rendező Spirit Ese nyerte a csapatversenyt Nyíregyházán a 10. Medibol országos bajnokságon. A 32 aranyérmet szerző győztes mögött 8 aranyéremmel a Spirit Napkor csapata végzett a második helyen. A harmadik hely pedig a 6 elsőséget begyűjtő Albatrosz Szolnok Győr együttesének jutott. Kiütéses győzelmet aratott a Mezőberény ellen a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a férfi kosárlabda NB2 hatodik fordulójában 121-37-re verte ellenfelét. A nyíregyházi csapat 3 győzelemmel és 3 vereséggel a hatodik helyen áll a keleti csoport tabelláján. A diákok pályaorientációját segíti és szociális nyitottságukat fejleszti az 50 órás közösségi szolgálat. A középiskolásoknak ezt még érettségi előtt kell teljesíteni, sőt, enélkül nem is vizsgázhatnak, hangzott el a Nyíregyházi Iskolai Közösségi Szolgálat bőrzén. A rendezvényre közel 20 fogadószervezet és több száz diák is érkezett. Nyári felvételek a Nyíregyházi Laborkaféban, itt is teljesíthetik 50 órás közösségi szolgálatukat a diákok. Közös megegyezés alapján több feladatot is vállalhatnak a fiatalok. Az elmúlt egy évben, amióta a Tabula Plaza Alapítvány üzemelteti a Laborkafé közösségi teret, azt tapasztaltuk, hogy a diákoknak és gyakran szüleiknek is egyfajta szürke folt még ez, hogy mire is jó a közösségi szolgálat. Nyilván tudják azt, hogy kötelező teljesíteni, de hogy hogyan lehet ez a diák számára hasznos, hogyan lehet a karrierjének az első lépései a közösségi szolgálat 50 órája, ezt próbáljuk megtanítani azzal a tananyaggal, amely online lekérhető a Tabula Plaza Alapítvány e-mail címéről. Az alapítvány közel 20 másik fogadószervezettel együtt Nyíregyháza belvárosi bevásárlóközpontjában mutatkozott be. Az iskolai közösségi szolgálat bőrzét idén második alkalommal rendezte meg a Központi Ifjúsági Egyesület. A szervezet vezetője úgy látja, sok tanuló diák közmunkának vagy kötelező önkéntességnek tartja a szolgálatot, ám vannak olyanok is, akik megszeretik azt. Fiatalok, én azt gondolom, úgy állnak hozzá, mint minden egyes tantárgyhoz, valaki szereti, valaki nem szereti, valaki imádja és még pluszba is csinálja, valaki meg örül, hogyha teljesítette az 50 órát és kipipálta. Én azt gondolom, hogy a szervezeti oldal az ennél egy síkúbb, hiszen a legtöbb szervezet azért értékként gondol erre. Arról szól vita szakmai körökben, hogy a felépítése a rendszere az jó-e, de az, hogy ez egy értékes dolog lehet, hasznos lehet a fiataloknak, fejlesztheti az ő szociális életviteli kompetenciáikat, kinyithatja őket a világra, abban azért szerintem szakmai egység van. A bőrzére 10 iskola több száz diákja érkezett. A Veselényi Miklós középiskolába járok, 10. tanuló vagyok most.
Igen, már voltam közösségi szolgálaton, még hiányzik körülbelül 30 óra, de nagyon szívesen letölteném a könyvtárban akár, vagy a rendőrségen, nagyon érdekelnek ezek a dolgok. A statisztikák azt mutatják, a legtöbb iskola és tanuló az érettségi előtti évekre koncentrál, így a diákok többsége már a 10.-11. évfolyamon teljesíti a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot. A rendező Spirit Ese nyerte a csapatversenyt Nyíregyházán a 10. Medibol országos bajnokságon. A 32 aranyérmet szerző győztes mögött 8 aranyéremmel a Spirit Napkor csapata végzett. A második helyen, a harmadik hely pedig a 6 elsőséget begyűjtő Albatrosz Szolnok Győr együttesének jutott. 2012 óta évente két alkalommal Nyíregyháza ad otthont a sportág országos bajnokságának. Az első rendezvényen 67 induló volt, most a jubileumi 10-en 172-en mutatták be gyakorlataikat az Rényi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A résztvevők 16 egyesületet képviseltek, 5-en közülük pedig Oroszországból érkeztek, nemzetközi jelleget biztosítva a versenynek. A sportág Magyarországon nem tekint vissza jelentős múltra, viszont hazai meghonosítója szerint komoly távlatok vannak a Medibol előtt. Az a kapacitás, az a fajta lehetőség, ami a játék fejlesztésében van, az hihetetlenül nagy és hihetetlen kiterjedt. Egyrészt a tanulási képességfejlesztés figyelem szempontjából hihetetlenül fontos, ugyanis mi nem sportmozgásokat másolunk, hanem minden évet elképzelünk. Két agyféltekkel szinkronjára törekszünk, játszunk, úgyhogy egyik kéz másik kézzel, két ütő egy labdával, két ütő két labdával. Ráadásul ugye a labdánkat a centrifugális erő tartja pályán, aminek akkor születik meg hatékonyabban, hogyha a testtartás helyes, tehát kiváló testtartás javító korrekciókra képes és alkalmas, ugyanakkor kortól függetlenül játszható, tehát vannak itt 5-6 éves kortól egészen szépkorúakkal bezárólag. A labda például, ha valaki belegondol abba, hogy a centrifugális erő használata mit jelent, bentről kifelé finoman nyújtja a testet, zseniális stresszoldó hatása van, és tényleg képes kiemelni az embert abból a mókuskerékből, amiben a mindennapok egyébként zajlódnak. A Medibol a versenyzők szerint is hozzájárul az életminőség javításához. A szolnoki Leskó Anna a karate mellett tűzi a sportágat. Nem csak egy nagyon harmonikus sportág és nagyon egészséges a testnek, hanem mondhatom azt, hogy egy nagyon komoly önfejlesztés van mögötte, amivel az élet minden területén hatékonyabban élhetünk. Az OB-n 10 kategóriában mérkőzhettek meg a versenyzők. Az első helyet a nyíregyházi Spirit Ese szerezte meg, a Spirit Napkor és az Albatrosz Szolnok Győr csapat előtt. Kiütéses győzelmet aratott a Mezőberény ellen a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a férfi kosárlabda NB2 hatodik fordulójában 121-37-re verte ellenfelét. A nyíregyházi csapat 3 győzelemmel és 3 vereséggel a hatodik helyen áll a keleti csoport tabelláján. Nagy különbségű győzelemmel vette birtokba új otthonát, a Bánki csarnokát a Sunshine Nyikse. A tartalékosan érkező Mezőberény kellemes ellenfélnek bizonyult, az első negyedet 34-8-ra nyerték Farkasinszkijék. A vendégek a második és a harmadik negyedben is 8 pontig jutottak, míg a hazaiak 27, illetve 25 pontot szereztek. A záró 10 perc volt a leggazdagabb, a 35-13-as részeredmény azt jelentette, hogy Kovács Tibor együttese 84 pontos győzelmet aratott. A legnagyobb kérdés az, hogy csapattá hogyan tudunk összeérni, és a legfontosabb feladatunk ez, mert a nevek alapján és a játékos múlt alapján ez most egy erősebb csapat, mint a tavalyi volt. Örömmel veszük, hogy ezt folytathatjuk itt az NB2-es bajnokságban, talán szebb célkitűzésekkel, és nem csak talán egészen biztos, de formálódnunk kell emberileg is, csapatjátékban is, itt a védekezés támadásban is, és elfogadni mindenkinek azt a helyét, amit esetlegesen most a csapat érdekében tud képviselni és hozzátenni. A nyíregyháziak centere Farkasinszki Gábor 18 pontot szerzett és 12 lepattanót gyűjtött be a mérkőzésen. Egy jó hangulatú mérkőzést tudtunk játszani, főleg így ugye azért egy teremnyitó után teljesen jó felszabadult játékot tudtunk játszani. Ugye múlt héten, nem is múlt héten, hanem a héten szerdán volt ugyanúgy egy bajnoki mérkőzésünk a Debrecenen. Ezen a mérkőzésen sokkal inkább tudtak játszani azok a játékosaink, akik ott nem igazán kaptak szerepet. A Sunshine Nyikse sikerével 50%-osra javította mérlegét, 3 vereség mellett 3 győzelmet tudhat magáénak Kovács Tibor együttese. Alapvetően elégedett lehetek, de én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy legyünk bennünk egy kis hiányérzet. Egyik az, hogy Miskolcon
talán esetleg egy kicsit jobb játékkal győzelem lehetett volna. A másik az, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésünk sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nem is a vereségnek a mikény, illetve a számszerűsége, hanem az, hogy egy kicsit széteső játékot produkáltunk. De én azt gondolom, mit tekel, hogy zárjuk ezt a témát, előre kell tekintenünk, és minden hibából és minden negatívumból tanulnunk kell, és ezt beépítenünk a következő időszakra. A Sunshine Nyikse ebben az évben még egyszer lép pályára hazai környezetben, december 10-én a Gyulai Kolort fogadják Farkasinszkijék. Emellett még három idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több óvodás gyermek került kórházba a hetekben elterjedt betegség miatt Nyíregyházán. A hányással és hasmenéssel járó vírusos fertőzés az elmúlt időszakban szinte az összes óvodában megjelent. Volt olyan intézmény, ahol egyes napokon a gyerekek fele hiányzott. Az óvónők fertőtlenítőszeres kézmosással és gyakori ágynemű mosással próbálják megállítani a vírus további terjedését. Indul a felvételi kampány a Nyíregyházi Egyetemen, a 2017. évi felsőoktatási felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg, amelyből megismerhetik a diákok, melyik egyetemen milyen képzések indulnak. A Nyíregyházi Egyetemen 19 alapszakra lehet jelentkezni, osztatlan tanárképzésben 14 közismereti szak, 42 szakpár elérhető, de vannak akkreditálásra váró új képzési területek is. Hetente körülbelül 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy a vérellátás egyenletes legyen. A rendszer biztonságos működését több ezer megyebeli önkéntes segíti. Ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei véradónapi ünnepségen azokat tüntették ki, akik legalább 50-szeres véradók. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 29-én kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassanak el honlapunkra. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk. Észak felől kissé enyhébb, nedvesebb levegő érkezik térségünkbe. Éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok váltakoznak, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen felhős idő várható, majd késő délutántól megvastagszik a felhőzet, estétől gyenge havazás is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön eleinte gyenge havazás, majd havas eső várható, a hét utolsó napjaiban észak felől szárazabb levegő érkezik fölénk, emiatt többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás. Átmeneti enyhülés után ismét hidegebbre fordul az idő. A jövő hét elején a hajnalban képződött köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, de az éjszaka erős fagy miatt sokfelé napközben is hideg marad az idő.